Az egész úgynevezett forradalom a máltai, amerikai és szovjet találkozón született meg, ennek a forgatókönyve 1989. december 1-e és 2-a. És erről engem a Kohl révén, Kohl kancellár révén értesült Antal József világosított föl, hogy itt ne gondoljam, hogy mindenütt forradalom volt, mint Székelyudvar helyed, ahol elkergette a nép, nem én, a nép, a teljes korábbi vezetést, vért ontott, sajnos, lincselések voltak. És még gépkocsik is égtek, plusz a szekuritáti épület, amire nagyon mutatós fényképek születtek akkor tájt. És itt egy egészen másfajta csoportosulás, amik összeverődtük, vezettük végsősorban a várost napokon keresztül, utána pedig politikailag a 30 ezer tagú RMDSZ udvarhelyszégi szervezet, mert hát ugye Udvarhely egész szét és az Udvarhely vármegye, vagy rajon, ahogy tetszik, egészét. 68 után csapták össze Harita megyével, csinálták ezt a torcsülöttet. Na hát ezért szerveztem meg. Ez már nem a tömeg, hanem én voltam a bűnös ebbe, hogy külön RMDSZ szervezete van az udvarhelyi lakosságnak. Udvarhelyi szék, nem Székelyudvarhely csak, hanem a régi terület szervezetének. Tehát azt reméltük, hogy ez egy demokratikus szerveződés lesz. Sokkal jobb, mint a két világháború közötti magyar párt. Nos, nem az lett. Ülök a rádió mellett, és egy fiatal ember, egyik volt tanítványom, berobog azzal, hogy tanár úr, jöjjön, mert ég a városháza, ez a régi megyeháza épülete. Hát mondom, hogy hívjátok a tűzoltókat, miért ég? Mert felgyújtották persze, nem magától ég. Hát akkor kimentem, és aztán ezzel kezdődött egy olyan periódus az életemben, egy olyan feszültséggel teljes periódus, amiben például nem tudtam aludni. Napi egy-két órát aludtam, és mégsem voltam már fáradt, mint máskor, ha nem alszom. Szóltam a népnek, a városház erkéről, mint mások is, és Temesvárra emlékeztettem őket. Összesen 6 gépkocsi égett. Megpróbáltuk lecsillapítani a tömeget, nem sikerült egy magyar tartalékost, nagyon ütöttek az előtt, és azért mentem, hogy ne folytatódjék a lincselés sorozat. Nem kell az a székelységnek, hogy vér folyjon, hogyha úgyis összeomlott a rendszer. Nos, aznap még arra is volt energiám, hogy elnyargaljak a nyomdába, és Szabó Barna egykori évfolyamtársammal, ő is magyar szakos tanár, együtt fogalmaztunk egy szöveget, ami románul, magyarul, aznap este 10 000 példányba kikerült az emberek közé, és amelyet felolvastam és megszavaztattam a 20 000-nyi udvarhelyi lakossal, akik este is visszajöttek, hogy tüntessenek elsősorban Temesvár mellett a főtéren, hiszen már a rendőrök, szekusok eltűntek, illetve a búvóhelyükön voltak, és nem ők irányították a tüntetést, mint a Ceausescu melletti áltüntetések voltak, hanem mi magunknak tüntettük, a magunk szabadságát éltettük. Nos, ebben a szövegben leírtam 2 olyan szót, ami számomra rendkívül fontos volt, az önrendelkezést
és a Székelyföld terület autonómia követelését. Summa-summarum ezt a szöveget kinyomtatva a vörös színnel, mert csak az volt a nyomdában, régi emlékek, és meg is van, ki van téve az irodába, büszke vagyok rá, mert minden szavát ma is vállalnám. Itt forradalom volt. Itt fegyveres, erőszak cselekmények történtek. A fegyverekből nem lőttek, csak kilövöldöztek az úgymond föllázadt székelyek, amikor kihozták a rendőrségről. Itt 7 gépkocsit felgyújtottak, minden ékszekuritát és rendőrgép volt, nem véletlenül. A térségbe agyonütöttek 6 embert, 3 románt, 3 magyart, úgy mellékesen. A teljes hatalom átvétel itt megtörtént. Erőszakkal, amit nem én szítottam, én próbáltam visszatartani. Politikai programmal, amit egy fölhívás formájában elfogadott körülbelül 20 ezer ember, mert körülbelül annyi fért be a főtérre, 22-én este mondatonként. Az erdélyi magyarság nem erdélyi magyarság, hanem magyar nemzeti közösség. Ez nagyon régi história, még Szegfüld Gyula, de Ijes Gyula is, és mások is használták a 30-as évektől. Azt jelenti, hogy a magyar tudatú magyarok, függetlenül országhatároktól egy nemzeti közösséget alkotnak. És tudtam, hogy meddig lehet elmenni, és hogy nem akarunk elszakadni, és hogy itt nem két autonómia forma kell, hanem minimum 3 tekintve a sajátságos demokrácia helyzetét a romániai magyarságnak. Egyetlen olyan terület, ahol lehet területautonómia bizonyosan, az sajnos csak a Székelyföld. A többi partiumi részeken már nagy kérdések vannak, bár lehetne. De ez kell legyen a belső anyaországok. Én ezt így megfogalmaztam 90-ben. Ez a romániai magyar nemzeti közösség, ami azt jelenti, hogy őshonos. Teljes társadalmi struktúra el van, utcaseprőtől akadémikusig. És politikai képviselete. Ez a 3 tényező teszi nemzeti közösségét. Ez nem kisebbség csak. Nem nemzeti kisebbség, hanem nemzeti közösség. Végpedig romániai, mert Romániában élünk. Most visszagondolok, mennyi mindent csináltunk, Istenem, önzetlenül, díjmentesen tettük azért, hogy a városért, úgymond. A véletlen folytán én a technótilásban, a Gábor Áramüveknél egyszer kiemeltek, mert népszínházas voltam, és azt mondták, hogy te leszel a kultúrfelelős. El is fogadtam, nem tudtam, mivel jár, de utána kiderült, hogy a vezetőség terve vette, hogy készítenek, létrehoznak egy rádiósítási állomást, és engem bíztak meg annak a vezetésével. Fogalmam se volt. Imádtam a rádiózást, a televíziózást, de a szakmának a hátterével, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, fogalmam se volt. És létre is jött ez a rádiósítási állomás. Ennek aztán áldozata is lettem, mert ugye 88 decemberében bemondtam én is, hogy kik születtek, minden, és boldog ünnepet kívántam mindenkinek. Nem mondtam karácsony, csak minden. És ott huncutkodtunk is annak idején, ugye játszottunk a zeneszámokkal is, üzentünk 2 dal között, hogy új még sose volt, hogy valahogy ne lett volna, énekelte Cseh Judit. Aztán mikor aláírták, mert mindig politikát is kellett bevinni, akkor mindig ha valami szerződést a nagyfőnök aláírt, akkor utána betettük, hogy hazudnak a gyöngybetűk a hófehér papíron. És nekem tetszett ez. Na, ez is lett a vesztem, mert aztán ugye letartóztattak 89. januárjában, házkutatás, minden volt, és ittam a levét. Sokszor jártam a szekuritátét,
De azelőtt is izgalmas időszak volt, hiszen akkor mentek a kábeltelevíziók. Az én blokkomban is volt Vas Dénes. Mellettem volt Bálint Jóska barátom. Ugye csendben csináltuk, jártuk a hoztuk a panoráma műsort, kimentünk a Szarkakőre Feri bátyámmal, ott néztük a panorámát, minden műsort, Izaórát, minden, nekünk akkor szenzáció volt. Változás követően már nem tudom, hogy kinek a sugallatára elmentem Budapestre, továbbképzőre. Akkor már volt egy kicsi gépem, Svájcba hozták Kótai Lajosék, az RMDS-en keresztül, és én lettem ugye a tévéhíradós, mindent filmeztem, mindent rögzítettem, akkor szenzáció volt, és ebből kezdődött a televíziózás. Ilyen kis helyi apróságokat csináltam, és akkor találkoztam Zenglicki Zolival, jött ugye Farkas Anti, akkor jött Demeter Levente, akkor jött Marosi Géza, de jó társaság jött össze, és házilag kezdtük gyártani a műsorokat. 90-ről beszélünk, tehát akkor a forradalom az úgy hozta, hogy azt gondoltuk, hogy ez a varázsdoboz, ez mindent tud, és onnan kell megtudni az igazságot, és ott látjuk a művészetet, meg mindenfélét. Katona Ádám az Orbán Balázs Közművelődési Egyesületnek a létrehozója és elnöke. Nagyon jó érzékkel megpályázta a videostúdiónak a felszerelését. És Székelyudvarhelyen ott találkoztunk először igazi videostúdióval, amikor megvásároltuk ezeket a VHS felszereléseket, és két operatőrt ki is képezett az Orbán Balázs Közművelődési Egyesület, az egyik a néhai Zenglicki Zoltán, a másik pedig Demeter Levente, aki most is a Duna stúdióban dolgozik itt Székelyudvarhelyen, és én voltam a szerkesztő és mindenes. Nekem fizetésem is volt a kultúrháznál, tehát ilyen szempontból az összeköttetést én teremtettem meg. Ebben az időben Balázs Árpád és társai élő műsort készítettek úgy, hogy egy videókamerát letettek egy konyhaszékre, és élő adásban ment a felkonferálás a filmeknek, vagy beszélgetések, stb. És én megkerestem Korondi lévén Balázs Árpi, és mondom, hogy most itt konkurencia ide vagy oda, fogjunk össze, mert Udvarhelyen kell csinálni egy udvarhelyi televíziót. És Árpi azt mondta, hogy rendben van, és így született meg a ProUTV alapítvány, amiből aztán később lett az UTV. Mivel Verestóival jól összebarátkoztam, Verestói Attilával, egy alkalommal figyelmeztetett engem, hogy fiúk, vigyázzatok, mert készül a médiatörvény a bukaresti szenátusban, és törvénytervezet. És nem lehet majd ezt a tevékenységet csak úgy folytatni, mint ahogy eddig ti csináltátok, erre fel kell készülni, és céget kell alapítani. És én megkaptam a médiatörvény tervezetet. És akkor én elmentem, kerestem egy ügyvédet, akkor éppen Bíró Csaba volt, aki ugye elvállalta, és a törvénynek megfelelően előkészítettem az adatokat úgy, hogy végigjártam az összes székelyudvarhelyi kiskábel stúdiót, és mondtam, hogy ahány előfizetőd van, azzal az apporttal be lehet jelentkezni ebbe a korlátolt felelősségű társaságba, és fogjunk össze, csináljunk egy komoly televíziót, amit majd később felteszünk műholdra, meg minden álmunk volt, mert hogy jön a médiatörvény, és nagyon fontos, hogy ez meglegyen. Hát ez így is lett, kettő kivételével a legnagyobb szolgáltatók, 9-en ugye bejöttek az UTV-be. Barátokat szereztünk, többek között Tanos Miklós, a közben létrejövő Duna Televíziónak az egyik szerkesztője, aki Udvarhelyen nagyon sokat segített. Az itteni szerkesztőknek, rendezőknek, az operatőröknek nagyon sokat segített azzal, hogy segített bejutni különböző képzésekre. Én is így kerültem ki a
Moviba, ami az akkori Magyar Mozi és Videóvállalat néven futott, és ma már nincs belőle semmi, mert hogy ott van az autóbuszállomás, tehát a Népligeti autóbuszállomás helyszínén ott egy filmgyár volt, Magyar Mozi és Videóvállalat. Nagyon-nagyon jó képzést kaptunk olyanoktól, mint Bugya Sándor, Sára Sándor, vagy Péterfi, egy fantasztikus tanárember, aki agyháról készített annak idején egy kiváló filmet, Péterfi András. És az a képzés, hát az elengedhetetlen volt. Tehát abból tulajdonképpen a mai napig is élek. Tehát amit ott akkor megtanultunk, és tudtunk kiküldeni fiatalokat, akik később megtanulták a mesterséget. Ebből jött össze Szabó Karcsi, Bálint Artú, szóval rengetegen, akik ma ebből élnek, és ez a mesterségük. Amikor ez kiderült, hogy az a Kábel TV egy hatalom is, akkor megjelent a konkurencia. Hosszú Attila $1 millió befektetést eszközölt, és létrehozta az Atibeta részvénytársaságot. Így kialakult egy egészséges konkurencia, mert az UTV-t is felhúzta. Tehát egy egészséges versenyhelyzetben mindenki a saját előfizetőinek meg akart felelni, és elkezdődött egy olyan érdekes jelenség, hogy két kábel televízió előfizetést is csináltak az emberek, mert akkor még ugye meg lehetett fizetni, hogy az Atibeta is be volt kötve, az UTV is be volt kötve, és az UTV is, meg az Atibeta is ugyanazokat az egyéb szolgáltatásokat is működtette. Na és ez a konkurencia jótékony hatással volt, de mégis volt valami különbség a két cég között. Az Atibeta részvényeket árult, tehát ő úgy gondolta, hogy azzal tud erősebb lenni, hogyha tulajdonossá teszi az előfizetőket. És nagyon-nagyon szép gondolat volt, mert mi ugye szolgáltatásként, korlátolt felelősségi társaság, mi bevettük az előfizetési díjat, vagy a csatlakozási díjat, de a tulajdonos réteg csak ezek a videósok maradtak. Az Atibeta, mivel hogy nagyobb befektetést is csinált, és részvénytársasági formát alapított, ezért részvényekként lehetett az előfizetést megvenni. Én az UTV-nél voltam, aztán átigazoltam az Atibetához, és tudom, hogy annak idején Hosszú Attilával felmentünk volt műsorokat vásárolni Budapestre, együtt voltunk az Ülüli lakásán, sokat beszélgettünk, és mikor onnan hazajöttünk, Attila bejelentette egy hétre rá szándékát, hogy egyesülni akar a két televízió. És el lett a történetnek a rákfenéje. Ma is emlékszem, mikor az első műsort, kora reggeli műsort az Atibetába vezettem, és ott volt a két ellenfél, ellenség, aztán a két barát idézőjelben, és azt hiszem, hogy Attila ennek lett az áldozata, Hosszú Attila, aki egy kiváló mecénás volt, és én most kimondom, Hosszú Attilát eltették lábalul az ellenfelei, vagy az ellenségei. A konkurencia megszűnt, és a Digitál 3 a csúcson volt, amikor a két társaság egyesült, úgy szép lassan ment lennebb, és magát a Kábel TV-t eladta a tulajdonos. Megnyitottuk a világot, az ablakot a nagyvilágra, a médián keresztül, és ettől féltek. És ezt kellett tönkretenni. Tönkre is tették rendesen. ’92 karácsonyán elindult a Duna Televízió, amely a határon túlélő magyarok számára is végre magyar nyelvű televízió adásokat sugárzott. És ahogy növekedett a televízió, úgy szaporodtak azok a műsorok, amelyet saját gyártásban készítettek,
és amelyek már a határon túli magyarok életéről is szóltak. Ezért szükségessé vált egy tudósítói hálózat kiépítése. Voltak televíziót szerető, vagy hát, hogy mondjam, lehet, hogy amatőrök, vagy olyan lelkes emberek, akik egy kamerával a kezükben próbálták tudósítani a Duna televíziót, mindenhol a Kárpát-medencében, de itt a Székelyföldön kiemelten sokan voltak. Ugye minden városból valaki vagy valakik tudósították a Duna TV-t. Én magam az Atibeta televízió alkalmazottjaként már 93-tól Duna televíziót tudósítottam. Úgyhogy elkészítettük az operatőr kollégával a nyersanyagot, és a kazettát elküldtük autóbusszal. 93, 4, 5, egészen 1998-ig így ment ez. Ugye az akkori műszaki lehetőségek nem tették azt lehetővé, hogy interneten küldjünk bármit is. Autóbusz és a vonat volt a lehetséges küldési mód. Aztán az 1990-es évek végére digitális technika megjelenik. Olcsóbbá válnak azok a filmkészítő eszközök, azok a kamerák, amelyel már lehetett tudósítani a Duna televíziót megfelelő minőségben, és 1998-ban több kamerát, akkor a Duna televízió elnöke Sára Sándor volt, több kamerát helyeznek ki tudósítókhoz a Kárpát-medencébe, és így került egy kamera Székelyudvarhelyre is. 2001-ben, amikor az akkori kormány az IÉS Közalapítvány segítségével meghirdette a média határok nélkül pályázatot, hogy Székelyudvarhely is szóba került, és itt jön létre a Székelyföldi Stúdió 2001, végén 2002 során. Amely már nagyobb létszámban foglalkoztat embereket, amelynek már kifejezetten az a célja, hogy a két közszolgálati televíziót, a Duna televíziót és a Magyar televíziót tudósítsa, sőt, bekerül a Magyar Rádió is a körbe, és arról is szó van, hogy az MTI-nek is küldünk információt. Tehát az MTI-t is ellátjuk a Székelyföldről. És az volt ennek a Székelyföldi Stúdiónak a célja elsősorban, hogy létrejön itt egy csapat, összefogja a Székelyföldet, az akkori műszaki lehetőségekhez képest napi 24 órában kapcsolatban áll, optikai kapcsolat segítségével a magyar közszolgálattal, mert mind a két televízióba tudtak bennünket kapcsolni, és hát a lehetőségeinkhez képest sokkal nagyobb számban küldjünk riportot innen Székelyföldről, mint addig, ahogy küldtünk. Sajnos a kezdeti nagy lendület, 2002. március 15-én volt az első élő közvetítésünk innen a Kőkeresztéri stúdióból. Ezt a nagy lendületet megtörte az, hogy 2002. májusában a Fidesz elveszítette a választásokat. Ugye a Fidesz hozta létre ezt a tudósítói hálózatot, mert Székelyudvarhely volt az egyik stúdió központ, a másik Kolozsvár itt Erdélyben. Felvidékre is kihelyeztek egy stúdió létrehozásához alkalmas eszközállományt, került Délvidékre is, és került Kárpátaljára is. Úgyhogy a média határok nélkül a Kárpát-medencei Magyarság Egyesítése a határok fölött a média segítségével, a műholdas televízió segítségével, az gyakorlatilag megvalósult, de a rendszer működtetése, hát 2002 közepétől problémássá vált. És lendületből 2002-2003-2004-ben működött a dolog, de azt éreztük, hogy igazából nincsen politikai szándék arra, hogy működjön a rendszer. A Duna Televízió azt mondta, hogy takaréklángon a rendszert működtetni biztosít valamennyi összeget, és havonta becsülettel azt a pénzt nekünk az elvégzett munka után nyilván kifizette. A Magyar Televízió a határon túli műsoraiba fogadott ugyan tőlünk anyagokat, de egy év két hónapos késéssel fizetett. Ilyen körülmények között egy stúdiót, egy csapatot nem lehet fenntartani, mert üzemanyagköltség az azonnali, telefonköltség azonnali,
és enni is kell az embernek, az is azonnali. Úgyhogy az a, az a fele elmaradt, maradt a Duna Televízió, amely sajnos 2005-2006 után szintén anyagi gondokkal küszködött, és a határon túli tudósítóknak szánt pénzeket is meg kellett vágni. 2008-ban például a kolozsvári stúdió beszüntette működését. Mi itt a székelyföldi stúdió elég nehéz körülmények között, de túléltünk. A megyei tanács, Hargita megyei tanács, Kovászna megyei tanács egy kis összeggel, de ami éppen arra elegendő volt, hogy átlépjük a küszöböt, a túléléshez szükséges kis pénzt azt biztosította, és 2008-9-10-11-ig szükség volt erre a segítségre. Utána pedig egy teljesen új élet kezdődött, mert egy pályázat segítségével új eszközökhöz sikerült jutni, új helyszínre költöztünk, technika fejlődésével lehetővé vált az is, hogy lényegesen gyorsabb lett az internet, napi kapcsolat így teljesen egyszerűvé vált, az optikai kapcsolat szintén a technika fejlődésével nem volt már kérdés, sőt ugye eljutottunk odáig, hogy 2015-től már vannak ilyen live-ju készülékeink, amellyel bárhonnan, bármikor élőben be tudunk jelentkezni a Magyar Televízió műsoraiba, amely most már MTVA, és gyakorlatilag az összes csatornára tudunk műsort küldeni. Azt ma már kevesen tudják, hogy az udvarhelyi híradó az 90 nyarán született. Mégpedig úgy, hogy egy szép napon becsengetett hozzánk András Zolika. Akkor még Zolika egyetemista srác volt, ő, aki a Kapdebó nyomda tulajdonosa ma, és egy barátja, Otto, nem emlékszem már a vezeték nevére, és azt mondták, hogy ők azért jöttek, mert szeretnének egy újságot, ha már szabadság van, és demokrácia, szeretnének egy újságot, ami nem lenne több egy hirdető újságnál, adok-veszek. Nem tudom, hogy miért éppen minket kerestek meg, valószínűleg amiatt, hogy korrektúrázni, vagy helyesírásilag rendben legyen az az újság. Ezzel az indulással aztán meg is jelent egy-kettő. Ők visszamentek ősszel az egyetemre, és átadták Szőke Laci-nak az újságot, aki már egy kicsit többet akart a hirdető rovatoknál, az adok-veszeknél az újságból csinálni. A4-es, nagyon szabad hangvételű kis újságot kell elképzelni, aminek az első időszakban az volt a népszerűség, vagy az hozott népszerűséget az első időszakban, hogy szokatlanul szókimondó volt, olyasmikat lehetett benne olvasni, ami eddig 89 előtt ugye nem lehetett újságba olvasni. Persze ez összefüggött azzal is, hogy azok, akik csinálták újként, és nem szakmából estek bele ebbe a szerkesztőségbe, az útkeresés jellemezte, tehát hogy ott derült ki az évek során, hogy azért van, amit nem lehet megengedni, van, amiből túllő az ember, itt személy szerint is elmondható, hogy én abban az időszakban gyakorlatilag azt hittem, hogy szavakkal akár akaszthatok is, tehát hogy a következményeket, vagy a felelősségét, az újságíró felelősségét abban az időszakban azért nem vettem betű szerint. Sőt, még azt is megkockáztatom, hogy lehet, hogy tudatában sem voltam, hiszen én azért zöldmezős alkalmazott voltam, tehát nem a szakmából érkeztem, hanem a tulajdonos, az akkori tulajdonos a tudatában volt, vagy tudott arról, hogy akkor van némi íráskészségem, és így kerültem én a csapatba. Így kezdett újságszerű újság lenni, amiben nyilván volt hirdető rovat is.
Na most ennek a kezdeti udvarhelyi híradónak a szerkesztősége az nálunk volt a konyhában több mint egy évig, azt hiszem. 91-92-ben szerkesztőségi titkár lettem a lapnál. Fent a Betlen negyedben akkor lett szerkesztőség. Az azzal járt, hogy telefonokat kellett fölvenni, hogyha valaki valamilyen panasszal bejött, hogy szeretné elmondani az újságnak vagy az újságíróknak, akkor ott volt egy szerkesztőségi titkár, aki én voltam. Nem emlékszem, hogy Szőke Laci hova sodródott ki ebből a történetből, az viszont megtörtént, hogy egy évig én lettem az Udvarhelyi Híradónak a főszerkesztője. Ez volt az az időszak, amikor A4-es formátumból átment nagyobbra, 8 oldalas lett, színes lett, és ekkor történt meg az, hogy az újságírói törzsgárdát összegyűjtöttük, és munkakönyvvel alkalmaztuk. Az egy nagyon-nagyon szép időszaka volt az Udvarhelyi Híradónak, egy nagyon jó csapattal. Most, hogy ki mennyire volt képzett, senki nem volt, senkinek nem volt újságírói főiskolája, mindenkinek volt jó tolla, tehetsége és jó szándéka arra, hogy akkor tájékoztassuk korrektül a város lakóit. Ez az alapja annak a lapcsoportnak is végül is a kiindulás, ahol most is ülünk, tehát a Székelyhonnak, hiszen a székelyföldi helyi média, vagy aztán majd napilapok ágyaztak meg annak, hogy ez vándorolt településről településre, tehát hogy megszületett a Csíki Hírlap, Gyergyói Hírlap, Vásárhelyi Hírlap, mindegyik hozta abban az időszakban, amikor megszületett a viszonylag nagy előfizetői tábor, de aztán elért ide is a 21. század, és egyre nehezebben tudtak megélni helyben a lapok. Tehát ugye ezt tudjuk, hogy több ezer, de 10 000 körüli eladott példány kell ahhoz, hogy fel lehessen tartani egy életerős szerkesztőséget, és szakmailag valamiféle követelményt lehessen támasztani, különben nem lehet, tehát különben akkor az van, hogy mindenki a saját hite szerint ügybuzgóságból ír dolgokat, de azt nem lehet sokáig eladni, tehát ilyen értelemben a piac ezt lerendezte. És akkor így született meg a Székelyhon. Valahogy úgy alakult, hogy mindig az újabb és újabb médiumoknál, vagy médiumok születésénél szerepet kaptam a valamiféle jártasság címén, és akkor lassan, ahogy tanultunk, illetve egyre több szakember is kinevelődött, illetve bejött, mert akkor már magyarországi tapasztalatokkal rendelkező emberek is jöttek, kezdett finomodni és szakmailag jobbá válni az a média kezdeményezés is, de az is halálra volt ítélve, mert nem a piaci idézőjelben szükség, vagy a közösségi igény határozta meg a születését, hanem a mögötte lévő politikai érdek. Egyik fél vagy egyik csoport erős média jelenléttel rendelkezett, az is megjelent, hogy az ellenkező vagy a vele nem egyetértő vélemény azokból kimaradt, és akkor szintén gazdasági háttérrel rendelkező cég, de nem médiacég, megcsinálta az első magyar kereskedelmi rádiót Romániában, mert akkor ez volt az első, amelyik 24 órában magyarul műsort sugározhatott kereskedelmi rádióként. Ahogy lecsapódott a média születése ebben a régióban, az összefügg azzal, hogy milyen gazdasági csoportokat kinek a jelenléte fémjelzett. Tehát ugye az Infopresst meg lehet említeni, tehát Albert Andrist, ő az, aki az Udvarhelyi Híradót indította, akkor Hosszú Attilát is meg lehet, ő az, aki az Atibetát indította. Itt mind érdek ütközések vannak, ami nem gazdasági érdekkülönbséget jelentett, illetve csak később, mert azért ne felejtsük el, hogy ez az az időszak Románia viszonylatában, amikor az úgynevezett közösségi tulajdon, vagy az örökölt állami tulajdon, az új tulajdonosokat keresett,
És akkor nagy volt a tétje annak, hogy ki a helyi politikában kinek milyen ereje van, és ez meg is határozta például azt, hogy Székelyudvarhelyen hogyan rétegződött és kiszerzett meg ezekből a tulajdonokból viszonylag nagy szeletet. Számomra izgalmas embereket viszek el különböző erdélyi helyszínekre, akiknek útközben nem csak a szakmájukra, de a történetükre is kíváncsi leszek. Ebben lesz társa minden alkalommal egy-egy elektromos vagy hibrid autó. Jössz? Jó, meleg van. Meleg van? Húzzam le jobban? Nem, jó. Jó lesz? Jó. Mondtam, bemelegítek itt neked, mert megint olyan kis hideg februári idő van. Edith, merre megyünk és miért megyünk arra? A Homorod mentét fogjuk megkerülni a Leányerdőn keresztül. Kénos lesz a végcélunk, ahol én felnőttem. És a gyerekkoromat töltöttem, kicsit nehezen tudok sírás nélkül erről beszélni, mert mindig meghatódom tőle. Az egész gyerekkorom ehhez a vidékhez kötődik. Újságíró vagy? Tehát, hogy ez így, ez a te címed, ha megkérdezik, ki vagy, te újságíró vagy? Igen. Az UH-nál pontosabban valami, tehát más pozíció, mint az, hogy csak újságíró vagy? Nem nagyon szeretek erről beszélni, vagy így reklámozni. Azért kérdezem. Főszerkesztő vagyok, igen. A 2014 óta most már. Jó, arra vagyok én kíváncsi igazából. Egyet tegyem fel a szemüveget, tehát, hogy jobb állással, merre kell menni, mert hogy te fogod mondani, hogy erre sem jártam, hogy mit jelent mondjuk hát, ha komolyabban vesznek, jó, igen. Újságírósabbnak veszlek. Hogy mit jelent mondjuk Udvarhelyen újságírónak lenni? Máshol is voltál újságíró, tehát más városban? Igen, és voltam, Kolozsváron kezdtem, igen. A Transindexnél, és ott volt az első hely, ahol azt mondták, hogy elég őrült vagyok ahhoz, hogy a csapattagjuk lehessek, és ott kaptam az első pozitív impulzust abban az értelemben, hogy az, hogy én nem kicsit másabb vagyok, mint a többiek, ez jó is lehet, nem feltétlenül rossz. Mit jelent az, hogy másabb vagy, mint a többiek? Hát például minden értelemben más, tehát fizikai értelemben is mindig egy kicsit kilógtam a sorból. Amikor a bölcsődés koromtól 5-8-as koromig körülbelül a tornasor elején álltam, én voltam mindenkinek az anyukája, sokkal nagyobb voltam, mint a többiek. És újságírói szempontból? Újságírói szempontból meg lehet, hogy a szemléletmódom egy kicsit másabb, meg időnként elrugaszkodom a korlátoktól, a műfajok jelentettek korlátoktól például, vagy bármilyen más a szakmához kapcsolódó korláttól, de annak általában jelentése van, nem véletlenül történik az. Aha, akkor ilyen szempontból mi volt, mi a különbség a között, amilyen újságíró tudtál lenni mondjuk a Transindexnél, és amilyen tudsz lenni az UH-nál? Szerintem igazából olyan nagy különbség nincsen, csak a hely különbözik, meg az, hogy itt jobban ismerem a környezetet, és egy kicsit családiasabb az olvasó közönsége az UH.ro-nak, mint a Transindexnek, sokkal célzottabb. Hogy néz ki neked egy napot, hogy mindig tudod, hogy te aznap mivel fogsz foglalkozni, vagy ez mindig adja? Nyilván vannak, gondolom, ezek a hirtelen bejött hírek, vagy amikkel foglalkozni kell, de hogy néz ki egy újságíró napja, vagy hogy néz ki a te napod mondjuk? Amit? Úgy néz ki, hogy tervezünk, tehát heti tervünk van éves tervünk is, azt minden év elején úgy márciusig, mondjuk a költségvetéssel, az országos költségvetéssel egy időben kihozzuk, igen, az éves tervünket, amit aztán felülír például a Covid, vagy bármi más, tehát hogy nap mint nap felülírhatják az események, de azért fontos, hogy legyen tervezésünk, hogy legyen egy irány, amit tartunk. Hogy tudjuk, hogy milyen irányban törekszünk, mik azok a fő pontok,
amiket tartani akarunk, amikkel foglalkozni akarunk, amiket fontosnak tartunk. És hogy mindig ahhoz igazodjuk, ezeket mindig szem előtt kell, hogy tartsuk. Hogyha elbizonytalanodunk, fel kell frissítenünk a csapatban, és erre valók az úgynevezett nem gyűlések, a víziós gyűlések, amikor meghatározzuk azt, hogy kik vagyunk mi, és mit fogunk végrehajtani közösen. Tehát effektív az, hogy te főszerkesztő vagy, az azt jelenti, hogy nem csak azt kell te kitalálni, hogy te mivel foglalkozol, hanem közben azt is, hogy mondjuk más mivel foglalkozik. Hát időnként megterhel, de igazából rengeteg téma van, és mindig meg lehet másképp mutatni ugyanazt a témát más szemszögből. Végtelen a témáknak a lehetősége, annyi, hogy kell rajta egy kicsit gondolkozni, hogy akkor most melyik szempontot akarod megmutatni. És ebben nekünk most már van is egy kicsi gyakorlatunk, mert mindig arra törekszünk, hogy ne azt a szempontot mutassuk meg, amit mindenki lát, ne frontálisan közelítsünk meg egy témát, hanem egy kicsit oldalról, egy kicsit hátulról fordítsuk ki, nézzük meg belül mi van, ne csak a felszínt kapirgáljuk, hanem nézzünk a dolgoknak a mélyére is. Mondjuk, hogyha több sajtó van egy városban, vagy több hírforrás, akkor valahogy így mindig te akarsz lenni az első, vagy hogy legyen az UH az első, aki ezt megírja, aki ezt feldolgozza. Látok, ez hogy működik? Hogy hagyjátok, hogy még érjen? Vagy ti akartok lenni az elsők? Attól függ, helyzettől függ. Van, amikor van arra kapacitás, hogy mi legyünk az elsők, és meg is tudjuk ezt csinálni, akkor ez nem tilos, de nem az a cél, hogy a leggyorsabbak legyünk, hanem inkább az, hogy ezt halkan merem csak mondani, hogy a legjobbak. Értem. Aha. Vagy az, aki valami más tud, vagy hozzá tud tenni a dolgokhoz. Az exkluzivitás inkább az, ami értékes szerintem a sajtóban, amikor te jutsz hozzá egyedül egy információhoz, illetve az, amikor valamit úgy tudsz megmutatni, ahogy sehogy más. Vagy más senki. És hogy annak van relevanciája, van értéke, úgy összetudod a képet rakni egy adott társadalmi eseményről, mondjuk, vagy egy jelenségről, ahogy más nem gondolkodik róla. Vagy egyáltalán megmutatni a teljes képet. Ez is nagyon fontos és nagyon ritka mostanában, mert nagyon sok erőforrást igényel a média részéről. Az, hogy ne csak első legyél hírügynökségekről, lát más oldal híreket, hanem fel is tud dolgozni, és ez nagyon, nagyon sok idő, energia és pénz. Annyi, hogy idővel az embernek lesz rutinja, hogy már tudja, hogy hol keresse az információnak a forrását. Minden információt kétszer le kell ellenőrizni, ez a szabály, és ezt igyekszünk is tartani, vagy ezt szoktam súlykolni, hogy de nézd meg, nem számít, hogy az összes jel arra mutat, hogy ez úgy van, ahogy te elképzelted, ellenőrizd le, nézd meg, mert lehet, hogy csak a felszínen látszik úgy. És valami logikusnak tűnik, egy részlet hiányzik belőle, és te azt képzeletben nagyon könnyen ki tudod egészíteni, de meg kell nézni akkor is, hogyha te tudod, meg vagy győződve, hogy úgy van az a dolog, akkor is le kell ellenőrizni, százszor is. Ugye ti, mint független sajtó léteztek, erről kicsit beszélünk még. De mégis azzal, hogy ti döntitek el, hogy kik szólalhatnak meg egy picit, nem járultok mégis csak hozzá ahhoz, hogy merre irányuljon az a vélemény, vagy az a figyelem, vagy ez hogy működik szerinted? Vagy lehet-e teljesen függetlennek maradni ilyen szempontból? De saját magadtól nem tudod függetleníteni magad. Tehát, hogy attól, amilyen információkkal rendelkezel, és amilyen világlátásod van, ezért nem hiszek a teljes objektivitásban, de abban igen, hogy megpróbálhatod a maximumot kihozni magadból. Függetlennek lenni, kérdés, hogy mitől vagy független. Politikailag lehet független, gazdaságilag lehet független. Egy csomó szempontból más emberek hatásától lehet független, és te döntöd el, hogy mitől akarsz független lenni. És még akkor is, hogyha a pénzt, van egy ilyen feltétel, sokszor az újságírókban van egy feltételezett elvárás, hogy ő hová tartozik, és ki adja neki a pénzt, kinek kell szót fogadni, kinek kell alá kérdezni, és ezt még
gyakran akkor is megteszik, amikor nem lenne rá szükség, vagy nem elvárás. Volt olyan, hogy azzal találkoztam, hogy kiröhögték a politikusok, mondjuk az újság, saját újságíróikat, hogy nem ennyire alá kérdezett, vagy nem ilyen butaságot kérdezett a helyet. És tisztelték azokat, akik viszont megmerték, rámertek kérdezni dolgokra. És akkor mitől vagytok ti függetlenek? Politikailag teljes mértékben függetlenek vagyunk, ami azt jelenti, hogy egyetlen párt sem finanszíroz, nem kapunk semmilyen hatás nem ér, hogy most mit szabad megírni, mit nem szabad, mit nem befolyásolják azt, hogy mit kell megírni, vagy mit nem kell megírni. Ilyen szempontból senki nem szól bele, és ez egy nagyon nagy érték mostanában az erdélyi sajtó. Hát igen, mert legtöbbször látszik, hogy ki mögött mi van. Igen, az a jó egy sajtótermék esetében, a régi modell lenne a jó, mégpedig az, hogy minél többen fizessenek be kevesebb. Tehát, hogy az olvasó az információt tekintse értéknek, és legyen hajlandó érte fizetni. Mert akkor, és ők tartják fenn. Igen, és akkor az olvasóért dolgozol szó szerint, tehát ő a megrendelőd is. Amúgy is az van, hogy az ő szempontját kell mindig figyelembe venned, amikor egy cikket megírsz, akkor te mindig az állampolgárnak a érdekeit, szempontjait kell, hogy nézed. Azt szoktam mondani, hogy te vagy az olvasónak a füle, a szeme és a szája. Jó, de nektek így, hogy nincs nyomtatott, tehát hogy nincs egy nyomtatott UHA sajtó, ez így hogy... Hát ezt rontották el, amikor az interneten megjelentek az újságok, hogy ingyenesítették az információt, és most ezt próbálják vissza alakítani, hogy ne legyen ingyenes, hogy kérjenek az exkluzív tartalmakért, vagy a teljes információért, a teljes képért kérjenek hozzájárulást. És hogy látod, hogy mennyire, tehát, hogy annyira népszerű az UHA, mert hogy népszerű az UHA, hogyha most azt mondanák, hogy holnaptól fizetős lesz, akkor mi tudna történni? Szerintem ezt egyik napról a másikra nem lehet, és kötelezni sem érzem azt, hogy jó lenne, hogy inkább a saját jó szántából járuljon hozzá anyagilag, ne az, hogy mi szabjuk meg az árat, hanem ő mondhassa meg, legalább az elején az olvasó mondhassa meg, hogy neki ez mennyit ér. Mert most az van, hogy igazából az adatainkat adjuk oda, a figyelmünket adjuk cserébe az információért felhasználóként. Tehát most sem ingyenes az, amit fogyasztunk az interneten. Csak nem pénzzel fizetünk érte, és nem lenne tisztább, hogyha inkább a pénzünket adnánk. Annak, hogy te független vagy, annak valahol mindig ára van. Igen, az az ára, hogy nem keressük halálra magunkat, nincs anyagi biztonságunk feltétlenül, és hogyha a tulajdonos úgy dönt, hogy eladja az UHA.ro-t, vagy úgy dönt, hogy neki ez már többé nem fontos, akkor legalábbis egy időre munkanélkül maradunk. Lehet, hogy kitalálnánk újra magunkat, tehát valószínűleg megoldanánk, mert egész életünkben ezt csináltuk, hogy problémákat oldottunk meg, vagy anyagilag bizonytalan helyzetek, oldottunk meg, vagy próbáltunk egyenesbe hozni, fenntartani ezt az egészet, de meggazdagodni valószínűleg sose fogunk belőle. Sosem. Tehát nem lesz az a hírekben, hogy az UHA.ro főszerkesztője hány millió eurós házat vett. Aha. A többi média ne is álmodjon erről, hogy majd lesz neki különtartalom, igen. Soha nem volt valamilyen kísértés, vagy csábítás, vagy akár egy ilyen nyomás, gyakorlás valahonnan, hogy ez megváltozzon? Nyomásgyakorlás, próbálkozás volt, de tehát volt olyan, hogy úgy döntöttem, hogy ez az én felelősségem, és addig, amíg én ezt az arcommal tudom vállalni, vagy a nevemmel tudom vállalni, amíg nekem belefér, addig csinálom. Amikortól azt érzem, hogy akkora nyomás, hogy ez már szakmailag, emberileg nincs rendben, akkor én abban a percben felálltam, és keresek egy olyan munkahelyet, ahol nincs ez a nyomás. Tehát jobb nyugodt szívvel, vagy úgy egyáltalán tiszta szívvel lefeküdni ilyen igen, szempontból. Igen,
Erre? Arra. Igen, jobbra. Jó. Inkább feküdjek le éhesen, mint hogy ne tudjak a tükörbe belenézni.